Igen, véletlen volt az a találkozás. Eljöttem és megújítottam a Pannonikum bérletünket, most már talán a harmadik alkalommal. Nagyon fontos az, hogy bérletünk legyen, hiszen a mi életünkhöz a zene már hozzátartozik, a szerves részét alkotja. Vallom és tudom, hogy az ember érzelmi gazdagságához nagyon-nagyon sok pluszt tud adni egy-egy koncert zenei élmény. Igen, én biztos vagyok abban is különben, és ez nagyon fontos, hogy a zene az nem csak egy egyéni élmény, hanem egyúttal egy közösségi élmény is. Ez az, ami nagyon hiányzik a világból, hogy megtaláljuk az utat egymáshoz, de a zene lehetőséget ad arra, hogy elinduljunk akár az önmagunk felé vezető úton is. Tekintve, hogy ez a város a szülővárosom, nagyon büszke vagyok arra, hogy ennek a városnak már nagyon régóta saját zenekara van, és azzal, hogy ezt az épületet megkaphatta a zenekar, ez már egy régi vágya volt minden pécsinek, és gondoljunk arra, hogy mióta ez a remek akusztikájú terem, hangversenyterem megépülhetett, azóta világhírű szólisták járnak koncertezni Pécsre. Egyszer csak Germánné Ágnes felszáll hozzám a buszra, és mosolyog, mert ismerjük már egymást a koncertekről, ismerjük már egymást arról, hogy a járművön állandóan szól a zene, és pár kedves szót lehet váltani. Ezek nagyon nagy élmények. Igen, a Máté. Hát a Máté a másik zenész, akit a buszon ismertem meg. Akkor épp a Brandenburgi verseny szólt, Máté előre jött hozzám, és azt mondta, hogy jé, Piccolino, és elkezdődött a beszélgetés és a személyes ismeretség. Igen, hallják, és nagyon-nagyon jó élményeim vannak, mert az emberek ugyan tagadják a közüket a széphez, a komoly zenéhez, de olyanok, mint a napos csibék, mert sokszor azt veszem észre, hogy megindulnak előre a szépre. És nagyon-nagyon jól esik, amikor hetente, két hetente egyszer előfordul, hogy egy általában persze 50 fölötti hölgy előre jön, és megköszöni az utazást, és megköszöni, hogy ilyen szép zenét hallgathatott. De azt hiszem, hogy ezt a munkát nem tudnám ilyen lazán, ilyen oldottan végezni, hogyha nem szólna a zene. Mert a zene oldja a szorongást, oldja a feszültségeimet, és nem csak az enyémet, hanem a többi emberét is. És így aztán egészen élményszerű egy utazás, egy hétköznap. Én nekem minden nap ilyen szempontból ünnepnap. Nem, hát a Bartók Rádió, az az állandó műsorszám. Igen, szoktak is viccelődni a kollégák, hogy engem nem is annyira az URL lehet megtalálni, hanem hogyha a Bartók Rádióba bemondanák, hogy engem keresnek, akkor azt előbb meghallanám. De valóban, hát azért picit azért kell hallgatni az URH-t és a szolgálati utasításokat, tehát a Bartók Rádió az az első. Hogy mi a kedvenc zeném? Hát nálam az abszolút etalon a német romantika, azon belül Brahms, Schumann, Mendelssohn kamarazenéje. Ha egyetlen egyet kellene választanom, akkor az Schumanntól lenne az Esz-dur zongora 5-ös, ha jól mondom, és Opus 44. Az abszolút kedvencem.